az a kulcsa talán az egésznek, hogy felismerjük, hogy ettől leszünk jók a mindfulnessben, ettől edződik a figyelmünk, amikor visszatérünk. Tehát ez nem egy kudarc, amikor elkalandoztál, hanem az egy siker, amikor visszatérsz. És hogy ezáltal segíthet egy könyv is. Sziasztok, köszöntök mindenkit innen a Libertin könyvesboltból. 2022. január eleje van. Ebben a hónapban a Nincs időm olvasni kihívás témája, biztosan tudjátok, hogy egy pszichológiával kapcsolatos könyv. Arra gondoltunk a csapatommal az előző év végén, hogy szóljon ez a hónap a változásról, szóljon ez a hónap kicsit a mindfulnessről. Persze szerintem lehet, hogy sokan nem tudjátok, hogy ez pontosan mit akar, de az a célunk, hogy ebben a hónapban egy picit megismerkedjetek ezzel a pszichológiai irányzattal. Ehhez segítségünkre van a közös könyv, ami Szondi Mátétől a Tudatos Változás. Viszont picit szeretném, hogyha gyakorlatiasabban is utána járnánk annak, hogy mit is jelent egészen pontosan a mindfulness, és mielőtt még a szerzővel beszélgetnék, egy plusz extra-extra tartalmat hozok nektek innen az aranykanapéról. A következő beszélgetésben szó lesz arról, hogy mit jelent a mindfulness, hogy hogyan lehet az olvasás mindfulness, hogyan érheted el azt, hogy úgy olvas, hogy megérezd, hogy mi az a... Én úgy szoktam hívni, hogy picit ilyen meditációs állapot, de hogy hogyan lesz az olvasás, tehát mindfulness, és hogy ez hogyan segít a te életedben. Ebben segítségemre lesz, aki már itt is van mellettem, Ortutai Kovács Eszter, aki a Met on the Moon alapítója, és hogy is van, mindfulness, meditáció és jóga tréner vagy? Igen. Elképesztően hangzik. Úgyhogy te fogsz nekünk tudni segíteni, hogy mit jelent az, hogy mindfulness, és aztán eljutunk majd odáig, hogy azt elárulom közben azoknak, akik nézik, hogy azért nagyon gyakorlatias lesz ez a beszélgetés. A célom az az, hogy picit nézzünk bele abba, hogy milyen egy ilyen meditáció, és hogy tényleg a végére válaszaink legyenek arra, hogy a mindfulness hogyan segíthet, és különösen izgalmas, hogy az olvasás hogyan lesz mindfulness tevékenység. De kezdjük akkor azzal, hogy egyáltalán mi az a mindfulness? A mindfulness-t leggyakrabban tudatos jelenlétként szokták definiálni. A gyökerei a buddhizmusban vannak, több mint 2000 éves hagyomány. A buddhizmusban egyébként éber jelenlétként, éber figyelemként szoktak rá hivatkozni, de a legtöbb keleti kultúrában van valami bankja. Például a kínai képírásjel, ami a mindfulness jelenti, az úgy is fordítható, hogy a szív jelenlét ebből a két szóval áll össze. Úgyhogy a modern mindfulness az egyébként az USA-ból érkezett meg hozzánk is az elmúlt években, egy Jon Kabat-Zinn nevű orvos kutató által, ő az, aki a legtöbbekben felkeltette a mindfulness iránti érdeklődést, és ő úgy definiálja a mindfulness-t, hogy a mindfulness a tudatosság, ami abból adódik, amikor a figyelmünket irányítottan és ítélkezésmentesen a jelen pillanatra fókuszáljuk. Tehát irányítottan és ítélkezésmentesen megérkezünk a jelen pillanatba. Ez azért nagyon fontos, mert ennek a mondatnak minden szavában van egy kis hozzáadott érték, és mélység ahhoz, hogy mi is ez a mindfulness. Amikor azt mondjuk, hogy irányítottan, az azt jelenti, hogy tényleg egy tudatos fókuszt gyakorlunk, és az ítélkezésmentes az pedig az, hogy bármi is jön fel ebben a jelen pillanatban, legyen az egy nehéz érzés, legyen az egy fizikai érzet, szenzáció, legyen az valami, amivel nem igazán akarunk most megbirkózni, akkor sem ítélkezünk felette. Nem kezdjük el magunkat megdorgálni, nem próbáljuk arrébb tolni ezt az érzést, megszabadulni attól az érzettől, ami feljön. Úgyhogy ez a gyakorlat, ha bár nagyon könnyűnek tűnik, mégis nagyon-nagyon nehéz a legtöbb modern embernek. Nem azért, mert az jut eszembe, hogy éveken keresztül lehetett azt hallani, hogy a multitasking az mennyire menő, hogy akkor vagy igazán pró, meg tényleg tökéletes, meg ügyes, hogyha tudsz multitaskingolni. Megmondom őszintén, még én is néha ezzel nyugtatom magamat, és ezzel veregetem a vállamat, hogy milyen szuper vagyok multitaskingol, de egyre jobban veszem észre, hogy pont, hogy az apró dolgok rovására megy, vagy annak rovására megy, hogy ezt az egy dolgot igazán figyelemmel kezelném. Ó, igen. Egyébként ez a multitasking, kezdjük ott, hogy az egész multitasking az egy hiedelem, tehát nem tudunk egyszerre több dologra figyelni, vagyis nagyon kevés esetben, tehát például tudunk beszélni és sétálni, tehát hogy ilyen motorikus dolgokat tudunk csinálni amellett, hogy valami mentális fókusz gyakorolnánk, de hogyha bárkinek az a tévképzete van, hogy ő egyszerre figyel az Excel táblájára, és közben telefonon beszél, meg a gyereket is figyeli, aki a sarokban játszik, ilyen nincs. Ilyenkor, ami igazából történik az agyunkban, az az, hogy nagyon gyorsan váltogatjuk a figyelmünket több feladat között.
Ez amellett, hogy elképesztően fárasztó, nagyon hatékonytalan is. Rengeteg kutatás van a témában. A nagyjáboli megállapodás az az, hogy körülbelül a hatékonyságunk 40%-át tudjuk elbukni multitaskinggal. Tehát ha most úgy érzed, hogy nagyon-nagyon túlterhelt vagy, hogy nem férnek bele a feladataid a napodba, és pont ezért elkezdtél multitaskingelni, meg egyszerre rengeteg dolgot csinálni, akkor az a hírem, hogy valószínűleg, hogyha ezt abba hagynád, akkor sokkal messzebbre jutnál a feladataiddal. Úgyhogy igen, az egyik dolog, amiben segíthet a mindfulness, azáltal, hogy ezt a kis fókuszizmunkat, vagy jelenbe megérkezésünket gyakoroljuk, hogy egy dologra figyeljünk egy időpontban, azzal segít leszokni erről a multitaskingről, és például a munkádban, de akár a magánéletedben is hatékonyabban tudsz egy-egy feladatot ellátni. Mielőtt eljutnánk odáig, hogy az olvasás hogyan jön itt a képbe, azelőtt még arra adj egy picit választ, hogy mi van, hogyha valaki egyáltalán nem így él, nem a mindfulness-szel, vagy azt mondja erre, hogy ez csak egy bullshit. Tehát, hogy azt mondod, hogy hatékonyabb tudsz lenni, hogyha így élsz, de van ennek még inkább valamilyen fiziológiai hatása, vagy bármi az életünkre, hogyha nem így élünk, vagy az is lehet, hogy akkor, ha így élünk, úgyhogy gyakoroljuk a mindfulness-t. Persze, rengeteg kutatás van ma már a mindfulness-szel kapcsolatban, és ez nyilván az én munkámat is segíti, mert rengetegen, ahogy mondtad, szkeptikusak a témában. Nagyon sokan úgy érzik, hogy ez egy nagyon spirituális dolog, és azért nem mernek belevágni, mások úgy érzik, hogy ez túl könnyűnek hangzik ahhoz, hogy bármit is megváltoztasson, aztán persze kipróbálják is rájönnek, hogy írtó nehéz, ami zilált figyelmünket pár percig is akár egy dologra fókuszálni. Mindenkinek nagyon ajánlom, hogy csak pár percet próbálj meg a légzéseddel maradni. A figyelmed, mint egy kölyök kutya, így el fog rohangálni 10 másodpercenként, tehát az egész egy ilyen nagyon nehéz és döbbenetes élmény a legtöbb embernek, aki belevág. Viszont, amit már tutira igazoltak nagyon sok kutatásban, az az, hogy a mindfulness gyakorlás ez nagyon jó hatással van a stressz megélésünkre. Nagyon sokan szokták azt a kifejezést használni, hogy akkor megszűnik a stressz. A stressz nem szűnik meg, nem is kell megszűnni a stressz alapvetően, hogyha rövid ideig tart, nem egy tartós és nem egy túl intenzív dolog, akkor nem árt nekünk. Viszont az, hogyha a stressz szintünk gyakran nagyon megemelkedik, vagy hosszú távon magasan marad, annak mindenféle fiziológiai hatása van. A szív- és érrendszeri betegségektől kezdve alvászavaron át, szorongás, depresszív állapothoz vezethet, kiégéshez a munkádban. Amit a mindfulness csinál, az az, hogy a stressz reakciónkat csökkenti le. Ez azt jelenti, hogy ugyanúgy fognak jönni ezek a stressz hatások, ezek az életedben lévő kis nehézségek, kizökkentő események, de te nem fogsz annyira kibillenni az egyensúlyodból, és könnyebben visszaállsz abba az egyensúlyi állapotba. A másik dolog, amit még bizonyítottak, az az, hogy azok, akik meditálnak, mindfulness gyakorolnak, azokban megnőnek az altruista viselkedés minták. Ezek azok a viselkedések, amikor önzetlen vagy kedves, empátiát tudsz mutatni másokkal szemben. Szóval, ha úgy érzed, hogy kicsit gyakrabban szakad el a célra, mint ahogy azzal komfortos vagy, akkor arra is egy jó út lehet a mindfulness. Egyébként most ebben nagyon sokat vizsgálták, hogy az immunrendszered erősségét is segíti, mert 8 hét mindfulness gyakorlás után ellenállóbbnak mutatkoznak az emberek a betegségekkel szemben. Nyilván ennek köze van ahhoz, hogy a stressz szintet csökken, tehát hogy itt a testedben mindenféle reakció összefügg minden mással, és amit az előbb is említettünk, hogy a mindfulness-t azt úgy kell elképzelni, mint egy figyelemtréninget, tehát hogy a fókuszáló képességedet javítod, és ezáltal le tudsz szokni a multitaskingről, ami sokkal hatékonyabbá tehet a mindennapi feladataidban, legyen az munkában vagy magánéletben. Fú, annyi minden eszembe jutott. Egyrészt az, hogy nekem az előzőjöm az egy az egybe szerintem a multitaskingról szólt, és jó is, hogy ez a témánk, mert hogy szeretném, hogyha az idei évem nekem is a változásról szólna, és megfogadom, bár nem vagyok ez a nagy fogadalom tevő, mert szerintem az tudja stresszelni az embert, ha már stressz, de igyekszem, hogy ebben az évben sokkal jobban ráhangolódjak. Ezzel éve mondogatom, hogy szeretnék meditálni, szeretném a mindfulness pontosan megérteni, szeretném a gyakorlatban használni, úgyhogy akkor itt leteszem neked a nagy esküt, hogy igyekszem és törekszem arra, hogy az idejében erről szóljon, mert érzem, hogy nem jó. A multitasking is nem jó. Viszont egy nagyon fontos szót kimondtál, a figyelem,
tulajdonképpen az egész mindfulness erről szól, ja, meg az is összemötött, hogy az egész országra lefélne, akkor egy óriási mindfulness training gyakorlatilag, mert hát ki ne lenne olyan, hogy elszakad a cérna gyakran neki, vagy hogy elképesztően stresszelnénk, szóval akkor legyen tulajdonképpen leegyszerűsítve, hogy ha valaki elkezdi a mindfulness gyakorolni, hogy megismerkedik vele, elkezd hinni benne talán, akkor valóban a stresszt jobban tudja feldolgozni. Igen, és nagyon, nagyon fontos volt, amit mondtál, hogy az egész országnak jót tenne. Nagyon sokszor azt érzem, hogy a dolgok, amikkel foglalkozom, amiket tanítok, akár a jóga, akár a mindfulness, akár a meditáció, egy kicsit ilyen úri hóbortként ülnek a köztudatban. És most volt például egy ilyen nagyon érdekes élményem, hogy Sri Lankán konkrétan a tuk-tuk sofőr, aki egy nagyon egyszerű munkát végző ember is meditált, ő is gyakorolja a mindfulness-t, ő is csinál légző gyakorlatokat. Tehát ezek a dolgok inkább kulturálisan tűnnek csak ilyen furcsának, magas rögtűnek, vagy nagyon spirituálisnak. Ezek tényleg tudományosan bizonyított módszerek arra, hogy egy kicsit nyugodtabb legyél az elmédben, jobban érezd magad a testedben, megérkezz a jelenben, hatékonyabban hajtsd végre a feladatokat, amiket csinálsz. Tehát itt mindenféle buddhizmustól és egyéb spirituális gyökerektől elvonatkoztatva is használható módszereket lehet tanulni. Viszont ami egy pici jó visszaigazolás nekem, az az, hogy a rengeteg multitasking és 6000 dolog mellett, amit párhuzamosan próbálok menedzselni az életemben, egyetlen egy olyan dolog van, ami engem visszahoz a jelenbe, ami néha azt is érzem, és mondogattam is az elmúlt évben, szerintem sokaknak, akár előadáson is, hogy azt érzem, hogy nekem az olvasás, ha elérsz egy ilyen mély állapotig, akkor az szinte már-már meditáció, akkor visszaigazoltad, hogy tulajdonképpen nem végzek mást, mint mindfulness-t, miközben olvasom, és akkor meg is van a válasz, amiről most a beszélgetés második felében fogunk majd kicsit hosszasabban beszélgetni róla, az, hogy hogyan lesz az olvasás mindfulness, mert gyakorlatilag én a saját bőrömön azt tapasztalom, hogy ha sikerül telefont jó messzire tenni, és jó mélyen nekem megy belemerülni egy könyvbe, úgyhogy bármi történt körülöttem nem fog megzavarni, akkor át tudom élni ezt a tudatos jelenlétet, szóval én már tudom, hogy miről van szó. Viszont nagyon sokan jönnek úgy hozzám olvasók, vagy olyanok, akik problémába ütköznek az olvasás mindennapos tételébe, hogy egyszerűen nem tudnak figyelni, hogy olvasnak, és elkalandoznak, és nem köti le őket, és hát folyamatosan próbálunk erre megoldásokat találni, de akkor legyen ez az első, hogy szerinted hogyan lehet, ha valaki ezzel a zavarral küzd, hogy nem tud figyelni, akkor azon a gyakorlati tanácson kívül, hogy tedd messzire a telefonodat, hogyan tudunk eljutni odáig, hogy ez egy mindfulness érzést legyen? Ez nagyon izgalmas, amit mondasz, hogy igen, a mindfulness az ugye egy tudatos jelenlét, egy éber figyelem a jelenben, és ezt gyakorolhatod formálisan, különböző meditációk formájában, de gyakorolhatod számodra már megszokott tevékenységeken keresztül is. Tehát van olyan, aki mondjuk erdei séta közben szokott mindfulness gyakorolni, van te a mindfulness gyakorlat, amikor tényleg elmerülünk a teázás részleteiben és élményében, és ugyanígy gyakorolhatod a mindfulness-t, akár olvasáson keresztül is. Te jól ráéreztél sok dologra, ami gyakorlatias tanács ezzel kapcsolatban, hogy tedd el a telefonodat, keress egy csendes helyet, érkezz meg ebbe az olvasási élménybe, de biztos vagyok benne, hogy ahogy te is mondtad, rengeteg embernek van az az élmény, hogy leül olvasni, és tovább zakatolnak a gondolatai, vagy éppen olvasott egy pár oldalt, és feláll, és már nem is emlékszik, hogy mi volt igazán abban a pár oldalban, és nem marad vele ez az olvasás élmény. És ugye ez azért is rossz, mert mondjuk egy szeretett hobbit, ez a szétzilált gondolkodás elvesz tőle. Úgyhogy ezért is nagyon fontos, hogy megtanuljuk akár a mindfulness-t pici lépésenként gyakorolni, megszokott tevékenységeken keresztül. Jöjjenek gyakorlati tippek, mert szerintem az hasznos lenne, hogyha tizet nem is, de jó hangozna, hogy 10 tipp, hogy a mindfulness gyakorolni tud olvasás közben, lehetne ez a címe a videónak. Bár az igazság az, hogy ha már figyelem, az is eszembe jut, hogy elképesztő, hogy az emberek egyébként szerintem a beszélgetésnek eddig a pontjáig töredéke jut el. Mert hogy erre sem hajlandók már figyelni az emberek, bár én mindig azt gondolom és látom, hogy azért az az olvasó közösség, aki alapvetően szokta például az én tartalmaimat figyelni, az azért nyitottabb és tudatosabb, és szerintem végignézik.
de mindegy, csak így elkalandoztam picit, látod, megint a félre össze-vissza gondolkodás. Igen, de hogy ez a természetes működése az elmédnek. Szóval ezért is nagyon fontos ez az ítélkezésmentesség, amiről a legelején beszéltünk, hogy el kell fogadnunk, hogy az elménk az eredendően ilyen csapongó természetű, nyilván ez óvott meg minket mindenféle veszélytől az evolúció során, hogy nem ráfókuszáltunk egy dologra, hanem mindenféle körülöttünk lévő zajra, veszélyre, impulzusra oda tudtunk figyelni és megvédeni magunkat az esetlegesen felmerülő nehézségektől vagy veszélyes helyzetektől. Például, amit csinálhatsz, és nagyon sokszor ezzel szoktuk kezdeni, az az, hogy visszakapcsolódsz az érzékszerveidhez. Tehát, ha például őrült napod van, leülnél olvasni, és azt veszed észre, hogy a to-do listed az csak így folytatódik a fejedben, és állandóan kipillantasz a telefonodra, akkor az egyik gyakorlat, amit szoktunk javasolni, az az 5-4-3-2-1 névre hallgat. Nagyon egyszerűnek tűnik, de egyébként olyan komplex helyzetekben is, mint egy pánikroham szokták javasolni. És itt az történik, amit tök jól lehet például egy könyvvel gyakorolni, hogy visszalépünk az érzékszerveinkhez, és arra kérlek, hogy amikor leülsz, és úgy érzed, hogy ez most egy nagyon elfoglalt nap volt, nem vagy ott, ahol vagy, akkor keres 5 dolgot, amit látsz, és erről egy könyv nagyon klassz, tehát nézd meg alaposan a borítóját, figyeld meg a betűtípust, tényleg merülj el a vizuális élményében. Megcsináljuk, hogy mondod nekem, mint hogy nekem vezetnéd. Jó, és akkor próbálom én is átélni. Elmondom a tapasztalatot. Arra foglak kérni, hogy keresd 5 dolgot, amit látsz. Próbálj meg távolról indulni, és aztán érkezd meg a könyvhöz. Hogyha a könyvet nagyon vizuálisan vonzónak tartod, akár 5 dolgot kereshetsz a könyvben is. Hogyha nem, akkor nyugodtan tekinthetsz távolabbra. Ja, tehát nem a könyvet, hanem mindenfélét? Úgy gondolom, mindenfélét hogy a könyvet is kereshetsz, de a könyv. De jó ez a könyv szerintem, tehát mármint a könyvön fókuszálás, mert például nem vettem még észre a kiadónak a logóját rajta, az például egy. Jobban megnézem a homok meg a víz találkozását, ugye ez itt egy tengerpartot, óceánpartot ábrázol. Oké, mondjam is, hogy miket találok? Igen, mond. Jó, nézem azt, hogy fényesen van a felirat ráírva, meg hogy milyen betűtípussal. Aztán 4 dolgot, amit tapintani tudsz. Itt nem kell már csak a könyvre fókuszálnod, tehát hogyha bármikor úgy érzed, hogy a könyv nem ad elég impulzust, akkor nyugodtan egyel hátraléphetsz és hozzáérhetsz a kanapéhoz, a saját ruhádhoz. A lényeg az, hogy kirángasz magad ebből a gondolati spirálból, amiben bekerülsz napközben, és egy kicsit megérkezz az itt és mostba. Jó. Ez is jó, mert a könyvet is tök jó így megtapogatni kicsit az élét. Jöhet be érzékszervnek a szoglás? Igen, az lesz a következő érzékszervünk. Okay. Sőt, először a hallás lesz, 3 dolog, amit hallasz. Az autókat hallom halkan elsuhanni. Te akár tudod, belepörgethetsz a könyvbe, arra a hangra is fókuszálhat. Az jó az hang. Jó, és hallom a szuszogását valakinek még, aki itt van a szobában. És aztán jöhet 2 dolog, aminek az illatát érzed. És ez is lát a könyv, ugye a könyveknél ez egy klasszikus, a saját illatod, vagy a szoba illata mellett. Jó, a könyvet ezt érzem. Megérzek egy parfümet is, vagy a tiédet, vagy az egyébként valaki írt. És ugye az utolsó dolog, amivel be szoktuk fejezni, az az íz, ami a szádban van. Tehát az, hogyha tudom, pont te eztem, mielőtt leül, szóval... Kávéztem nem régen. És hogy azt az ízt visszahívd. Jó. Hát amúgy lehet, hogy tényleg így kellene minden egyes olvasás előtt nekiállni. Bár szerintem könnyebb így ráhangolódni. Ugye? Nem csak így beleesni, hogy akkor most úristen, én rendszeresen csinálom azt, hogy nem tudom, van fél órám, mielőtt találkozom valakivel, vagy egyébként fölébredek, és mindjárt indulnom kell, de akkor még gyorsan, mondjuk reggel könnyebb ráhangolódni, vagy este, vagy tényleg akár egy el kell indulnom egy óra múlva, akkor még van 20 percem olvasni, és közben meg már azon jár az agyom egyébként, hogy lehet, hogy már mindjárt el kéne kezdem készülni, ott kéne lennem, mi fog történni, de lehet, hogy egy ilyen gyakorlattal sokkal jobban ott tudsz tenni. Pontosan, hogy megérkezni egy kicsit a jelenbe, és ez nagyon klassz, amit mondtál, hogy sokszor van ez, hogy ó, csak van 20 percem. Nagyon ajánlom azt, hogy ilyenkor állíts egy ébresztőre. Ne legyen ott a telefonod, meg az órád is állandóan rápillancs, hanem
tud, hogy te most biztonságban vagy, mert igenis szólni fog a telefonod, az órád, a bármi, figyelmeztetni fogsz, nem fogsz elkésni, nincs probléma, de ne legyen az a konstans impulzus, hogy felfordítod 5 percenként a telefonodat, és látod a 100 értesítést, meg 3 nem fogadott hívást, ami közben... Meg már csak 5 perc, már csak 4 perc. Igen. Jó, akkor ez volt, hogy hívták ezt a gyakorlatot? 5? 5, 4, 3, 2, 1, ugye, hogy számolunk vissza az érzékszervektől, és ez nagyon klasszul gyakorolható egy könyvvel, de ahogy mondtam, ezt egyébként pánikrohamok esetén is szokták embereknek ajánlani, mert amikor egy kicsit ilyen obszesszíven elmerülünk egy gondolatban, vagy egy problémában, valami így beszippantja a figyelmünket, ami nem feltétlenül jó nekünk, akkor ez az érzékszervénken keresztül visszahoz a jelenbe. Egyébként nagyon izgalmas volt ebből az ötből nekem leginkább a hangok. Mennyire, tehát, nem, hogy figyelsz mennyire nem figyelsz a hangokra, és hogy egy kicsit csöndbe maradt mindenkit, és hogy az utcán kívül szinte semmit nem hallottam, de aztán mégis. Ez nagyon jó. Figyelem gyakorlás, tök jó. Úgyhogy ez nagyon-nagyon fontos. Egy másik gyakorlat, amit szoktam javasolni, az body scannek is hívják, dinamikus relaxációnak, testvizsgálatnak is szoktuk magyarul hívni. Ez szintén arról szól, hogy mielőtt mondjuk elkezdenél olvasni, a figyelmeddel haladj végig a testeden, és ismerd fel, hogy milyen érzetekkel ülsz le olvasni, mi jár éppen a fejedben, van-e bármi feszültség, valami fájdalmat érzel-e. Nagyon érdekes, hogy sok embernél például ezek a stressztünetek, amik a testünkben megjelennek, ezek nagyon későn jelentkeznek, azért, mert annyira nem vagyunk tudatában a testünknek, hogy tényleg csak akkor veszünk észre egy jelet, amikor már egy nyilaló fájdalom van mondjuk a vállunkban, de azt nem veszük észre, hogy mondjuk egy stressz helyzetben felhúztuk a vállunkat, behúztuk az állunkat, tényleg fel sem tűnik, és ezek a dinamikus relaxációk például erre jók, hogy akkor így beránt a jelenbe, és hirtelen észreveszed, hogy úristen, szorítom az állkapcsomat, még mindig ráncolom a homlokomat, pedig az az aggasztó hívás már egy órája volt, de hogy így úgy maradt az arcom ebben a feszültségben. Uh-huh. Tehát nagyon sokat kell arra figyelnünk, hogy egyáltalán úgy üljünk leolvasni, hogy befogadóak vagyunk, uh-huh. hogy ott vagyunk azzal a könyvvel, mert ez a könyv nem tud elérni hozzád, és nem tudod megélni a mindfulness-t, hogyha közben zizegnek a gondolataid. És igen, valószínűleg sokaknak, akinek ilyen figyelem, vagy ilyen fókuszálási problémáik van az olvasás kapcsán, azok a videókhoz vannak akár szokva, ami jobban, ami támad gyakorlatilag mindenféle más ingerre, pontosan. Hiszen van kép, van hang, van minden az olvasás, a könyv ennyiből mondjuk le van maradva, de hát ezért szoktuk mondani, ha meg rá tudsz hangolódni, akkor sokkal nagyobb élményt tud nyújtani, hiszen használod a fantáziádat. Igen, egyébként ez nagyon érdekes, hogy szerintem ebben hasonlít a mindfulness, a meditáció és az olvasás is, hogy sokszor az emberek azt mondják az első próbálkozásnál, amikor mondjuk ezt kérem, hogy ülj le, olvasás előtt hunyd le a szemed, és tényleg a fejtetőtől indulj el a figyelmeddel lefelé, és vedd észre, hogy fú, nagyon erősen szorítom a szememet, miért össze vannak szorítva az állkapcsolatom, az egyik leggyakoribb jele a stressznek, felhúztam a vállamat, feszítem a kezeimet, tehát hogy mi történik a testemben, érzek fájdalmat, valahol görnyedtem egész nap, és most érzem, hogy rossz a tartásom. Amikor ilyen feladatokat adok embereknek, vagy bármilyen mindfulness gyakorlatot, például az előbbi 5-4-3-2-1-et is, akkor sokszor az a reakció, hogy unalmas, nem elég inger, és aztán erre mindig aztán rájövünk együtt, én ezt soha nem szoktam senkinek a gyakorlás elején mondani, mert mindenkinek joga van ezekhez az érzésekhez, vagy megítélésekhez, hogy nem unalmas, hanem nehéz. Írtul nehéz a jelenben maradni, írtul nehéz elmerülni valamiben, és a tudatodnak sokkal könnyebb belemerülni ebbe a sok ingerbe, sokkal könnyebb, hogy mindig valami foglalkoztat, és amit unalmasnak élsz meg, az sokszor inkább az a kudarc élmény, hogy miért kalandozok el állandóan. Uh-huh. Tehát sokszor az olvasásnál szerintem az történik az emberekkel, mint a meditációnál, hogy amikor mondjuk egy légzés figyelő meditációt gyakorlunk, amikor tényleg a légzés van a figyelem középpontjában, és oda kell újra és újra visszarángatni a figyelmedet, hogy nem gondolkozom azon, hogy mi lesz ezután, hanem a légzésemre figyelek, akkor az emberek akkor a kudarc élményt kapnak elsőre, hogy úristen, ez milyen nehéz, és állandóan elkalandozom, hogy ezt magukban könnyebben átcímkézik azzal, hogy jaj, hát ez unalmas volt, és ezt nem akarom csinálni, pedig nem unalmas volt, csak elképesztően nehéz.
Egyébként abszolút, tényleg így van. Én az olvasói oldalt látom, hogy hányszor halljuk ezt, aki nem szeret olvasni, az azt mondja, hogy azért, mert unalmas. Igen. Én inkább sorozatokat nézek, filmeket nézek, miközben tényleg erről van szó, hogy lehet, hogy kevesebb energiabefektetésnek is érzi bekapcsolni gyorsan Netflixen valamit, mint azt, hogy akkor mondjuk egy ilyen gyakorlat után tényleg ráhangolódva olvasni. Én azt gondolom, hogy mondjuk nekem egy ilyen őrült rohanós napom van, amikor a nap végén csak úgy gyors kinyitom a könyvet, és már folytatom is, és pontosan tudom, hogy hol tartottam, és bele tudok egy másodpercet kerülni a főszereplő bőrébe, úgymond, vagy a narrátor bőrébe, az azért, mert rengeteget gyakoroltam. Igen. Tehát itt a kulcs, hogyha ezt is gyakoroljuk, vagy az olvasásba is igenis teszünk energiát, és rápróbálunk hangolódni, akár ilyen gyakorlatokkal, amikben te segítesz, akkor szerintem százszor nagyobb élményt tud nyújtani, mint egy sorozat, pontosan, vagy egy film. És amit mondtál is, nagyon fontos szó az, hogy gyakorlás. Tehát, hogy ez nem mindfulness tökéletesség, hanem mindfulness gyakorlás. Mm-hmm. Ne érezd magad rosszul, hogyha éppen keresed mondjuk az 5 dolgot, amit látsz, és akkor, mikor kinézel oldalra, eszedbe jut, hogy úristen, nem töröltem le azt a polcot. Tök oké, hozd vissza a figyelmedet arra, hogy oké, de most nem ez van, uh-huh. most én 5 dolgot uh-huh. keresek, amit látok. Jó, ezt tetszik, ezt fogom csinálni. Igen, tehát hogy ez egy gyakorlás, és ezt mindig tartsuk észben, hogy nem a tökéletesség a cél, minél többet gyakorlunk, annál jobb lesz, és én nagyon régen gyakorlom, és még mindig elkalandozik a figyelmem, tehát hogy ezt nem szabad kudarcként megélni, és nem lenne szabad feladatként, vagy kötelezettségként. Szerintem ez a másik hiba, amit sokszor emberek megélnek talán az olvasás kapcsán is, hogy nem úgy élik meg, mint valami, amit teszel magadért, hanem úgy élik meg, hogy ez is valami, amit meg kell tennem, mert olvasni jó dolog, tudjátok. És hogy minél hamarabb át tudod állítani a fejedben azt, hogy például a mindfulness az nem egy extra dolog a tennivalóid listáján, hanem az egy általános tudás, amit ha fejlesztesz, akkor minden tennivalódban jobb leszel azon a listán, uh-huh. annál könnyebb lesz. Amikor érted, hogy ez érted van, ez nem egy feladat, ez rólad szól. És ugye nagyon sokat segíthet az önismeretedben is. Azért, mert hogyha mindfulness fejleszted, akkor egyre inkább észre fogod venni azt, hogy hogyan élsz meg egy adott helyzetet. Tehát, hogyha mondjuk sokszor érzed azt, hogy te nagyon sokáig rágódsz, vagy akár sokáig így befogadsz nehéz helyzeteket, uh-huh. és aztán egyszer csak robbansz, tudod, tehát akár munkahelyen vagy otthon, akkor nagyon sokat segíthet a mindfulness abban, hogy folyamatában felismerd ezeket a helyzeteket. Tehát folyamatában megtapasztald azt, hogy ó, mikor valaki ezt csinálja, akkor én ezt érzem, ez zavar, megérkez a testedbe, hogy észrevedd, hogy úristen, feszül a mellkasom, mikor így beszélnek hozzám. Uh-huh. Vagy észrevedd azt, hogy nagyon, nagyon elszomorodok, vagy bizonytalan leszek, mikor valaki így kommunikál velem. És az első lépés a felismerés, és ezt adja meg neked a mindfulness, hogy felismered, hogy mik azok a dolgok, amik téged triggerelnek, tehát ami elindít benned egy érzelmet, egy fizikai reakciót, és hogyha felismerted, akkor tudsz vele bánni. Tehát mindfulness egyenlő érzésfelismerés, és a mindfulness-t úgy éred el, ha olvasol. Tehát gyakorlatilag olvassatok. Igen, tehát az olvasás az egy nagyszerű eszköz, pont azért, mert ezt a típusú fókuszt gyakorolhatjuk, hogyha helyesen csináljuk, hogyha tényleg félre tudod tenni azt az időt, és elmerülni abban a könyvben, hogyha időt szánsz rá, hogy megízlelj egy paragrafust. Nagyon szoktam ajánlani azt a gyakorlatot is, hogy meditáció során sokszor használunk egy-egy mantrát, vagy egy pozitív megerősítést, tehát egy-egy pozitív mondatot, amit ismételgetünk magunkban. Mert ugye mi történik? Minden mindfulness gyakorlás az annak a gyakorlás, hogy a figyelmedet újra és újra visszahozd a jelen pillanatba. Ez történhet a légzésen keresztül, tehát figyelted a légzésedet, és amikor elkalandozol, akkor visszatereled a figyelmed a légzésedre. Történhet az olvasáson keresztül, hogy mindig újra és újra visszatérsz azokhoz a sorokhoz, ahhoz a könyvhöz, és formálisan például az olvasásból lehet egy olyan mindfulness meditáció, amikor az adott napi olvasott gondolatok közül kiválasztasz egyet, egy mondatot, ami nagyon megfogott, akár egy szót, vagy egy gondolatot, amit te megfogalmazol magadnak az adott napi olvasott gondolatok közül, és azt kezded el ismételgetni magadban. Felveszel egy kényelmes ülőpószt, lehunyod a szemedet, és megpróbálsz ezzel a gondolattal maradni. Megpróbálod felismerni, hogy milyen érzéseket hoz fel benned ez a gondolat. Amikor elkalandozol, akkor pedig visszatérsz ez a gondolathoz, és az a kulcsa talán az egésznek, hogy felismerjük, hogy
ettől leszünk jók a mindfulnessben, ettől edződik a figyelmünk, amikor visszatérünk. Tehát ez nem egy kudarc, amikor elkalandoztál, hanem az egy siker, amikor visszatérsz. Hmm. És hogy ezáltal segíthet egy könyv is. Például nagyon sokszor használok könyvekbe a vett idézeteket a meditációimhoz. Akkor ez tulajdonképpen lehet a harmadik gyakorlat, és mondjuk ezt úgy képzeljem el, hogy például szánjak még egy percet, miután azt mondtam, hogy na most kell befejeznem sajnos ezt a kis olvasóidőmet, ezt a kis saját szeánszomat. Olvastam 20 oldalt, ebből a 20 oldalból hát talán ez volt a legerősebb mondat, és akkor még azt egy picit abban a kényelmes pózban mondjam el magamnak párszor, és napközben próbáljak, vagy mondjuk másnap, hogyha este olvastam, visszatérni hozzá? Tehát, hogy így játszok a figyelem fókusszal, vagy pedig hogyan gyakoroljuk akkor ezt, amit mondasz, harmadik gyakorlatként? Harmadik gyakorlatként ezt úgy gyakorolhatjuk, hogy először is ezzel a szándékkal ülj le olvasni, hogy én ebből a mai olvasásból szeretnék egy gondolatot magammal vinni, egy szót, ami valamiért hatással van rám, és ez már rögtön segíteni fogja azt, hogy egy kicsit tudatosabban jelen legyél ebben az olvasási élményben, mert tudod, hogy van egy feladat, hogy keresni akarok valamit, ami engem megérint, tehát jobban fogsz figyelni arra, hogy mi az, ami elmosolyodtam, mi az, ami úgy arcon csapott. Ha megvan ez a gondolat, és befejezted az olvasást, akkor próbálj meg legalább 5 percet félretenni arra, hogy felvegyél egy kényelmes ülőpózt, ez lehet egy keresztezett lábülés, de akár úgy is ülhetsz, hogy egy ilyen kanapén vagy, és a lábaid a földön vannak. Hunyd le a szemedet, és először próbáld meg csak lelassítani a légzésedet. Tehát egy hosszú, egyenletes, mélybe és kilégzést felállítani a gyakorlásodban, és kezd el magadban ismételgetni ezt az egy gondolatot. Ez lehet szó szerint a könyvből, de hogyha neked valami átfogalmazódott verziója könnyebben jön a gyakorlásodba, akkor használd azt az átfogalmazott verziót, ez lehet egy tanulság, amit televontál abból a 20 oldalból, tehát nem kell ragaszkodnunk ahhoz, hogy ez feltétlenül egy idézet legyen, nekem tök sokszor egy idézet, tök sokszor pedig egy érzés vagy egy gondolat, amit már én fogalmaztam meg az olvasási élményem alapján. És kezd el ezt magadban ismételgetni. Mikor pedig elkalandoznak a gondolataid, mert el fognak kalandozni a gondolataid, és ez teljesen természetes, akkor csak a következő kilégzéssel próbálj meg visszatérni ehhez a mondathoz. Amint észrevetted, hogy elkalandoztál, akkor lélegezz ki, ítélkezésmentesen, engedd tovább ezt az élményt, hogy igen, elkalandoztam, semmi gond, és tér vissza ehhez az egy mondathoz. És próbálj meg 5 percig mondjuk ezzel a gyakorlással maradni. Tudom tényleg, hogy annyira egyszerűnek hangzik, de annyira nem lesz könnyű. Cserébe elmélyíti ezt az olvasási élményt, és egy picit segít az olvasásodban is tudatosabbnak lenni. Zseniális, ezt is fogom csinálni. Ez 3 gyakorlat volt, amit elmondtál nekünk. Tartogatsz még valamit, vagy ez a 3 legyen? Legyen ez a 3, én úgy gondolom, hogy ez jól is hangzik, hogy 3 gyakorlat. Igen. És akkor ezt még lehet egyébként fokozni, folytatni, csak nyilván egy ilyen videóban. Rengetegféle módon lehet is, hogy tényleg azt kell azt hiszem felismernünk, hogy ennek nem kell egy nagyon spirituális gyakorlásnak lennie, nem kell bonyolultnak lennie ahhoz, hogy működjön. Hát pont attól is tud szerintem akkor működni, nem, hogy nem úgy indulunk neki, hogy erre egy órát rá kell szánnod naponta. Tudom, hogy ilyen gyakorlatok Igen. is vannak, de azért ez kicsit egy magasabb szint. Hanem, hogy ilyen mindennapos tevékenységekben is meg lehet ezt élni, és meg tudod tapasztalni, és ebben tud segíteni az olvasás. Nem titok, hogy olvasod velünk ezt a könyvet, nagyon köszönöm. Hogy tetszik a könyv, hogyan tud ez segíteni, és emellett szeretném még, hogyha ajánlanál nekünk könyveket. Hogyha valaki, meg hát sokan, akik nézik ezt a videót, és mondjuk eddig eljutottak, azok nagy olvasók, milyen olyan könyvek vannak még? Bár tudom, hogy te nagyon sokat olvasol angolul, de remélem van köztük olyan, ami le van fordítva. Tudsz nekünk ajánlani 1-2 könyvet, ami mindfulness témában izgalmas? Az egyik, ami talán nem klasszikusan mindfulness, de szóba kerül a könyvben, és nagyon érdekes gyakorlati és módszereket ad, az Magyarósi Révés Zsuzsának az Érzelemszabályozás gyakorlatban című könyve, amit mindenkinek ajánlok. A másik pedig attól a szerzőtől van, akitől én is tanultam a mindfulness-t, és aki tényleg talán a nyugati köztudatba leginkább behozta, Jon Kabat-Zinnnek a Bárhová mész, ott vagy című könyve. Nagyon-nagyon klassz könyv, elképesztően felébresztett engem, mikor először olvastam arról, hogy mennyi idő megy el úgy az életemből, hogy nem is élem meg
a jelenemet. Egyébként erre vannak kutatások is, talán ő is említi ebben a könyvében, hogy az életünknek, az ébren töltött életünknek átlagosan 48%-át töltjük azzal, hogy a jövőnket tervezgetjük, vagy a múlton merengünk, tehát az életed fele az úgy telik el, hogy nem vagy ott, ahol vagy. Nem éled meg azt, ami van, és hogy ha csak ilyen plasztikus példákon keresztül ránézünk, hogy hogyan is lehetne egy élmény igazán jó, hogyha nem vagy benne. Hogyan lehetne nagyon szép egy naplemente, hogyha nem látod meg, mert éppen a múlton merengsz. Úgyhogy ezt a könyvet is nagyon ajánlom. Fú, ez nagyon jó, mind a kettőt el fogom olvasni. És milyen a tudatos változás, hogyha már így olvasod velünk? Nekem nagyon-nagyon tetszett a tudatos változásban az, hogy rengeteg gyakorlatias példát hoz a praxisából, és ezek sokkal inkább ilyen megfoghatóvá teszik azt, hogy mi az a mindfulness, milyen problémákra ad választ, és rengeteg kutatási eredményre is visszautal. Tehát nagyon-nagyon informatív a könyv. Szuper. Hát azt gondolom, hogy ezzel a könyvvel, azokkal a tippekkel, amiket adtál, és még azokkal a könyvjavaslatokkal, amiket még felsoroltál, azért ez egy nagyon komoly kis csomag, amit most kaptak azok, akik nézték ezt a videót. Nem maradt más hátra, mint hogy egy picit ismerjünk meg téged, bár furcsa, hogy a legvégén kérlek erre, de remélem nem haragszol meg érte. Szerettem volna, ha mielőbb az infót megkapják azok, akik nézik, de szeretném, ha azért mesélnél magadról. Én nemrég ismertelek meg, az nem titok, hogy én voltam is nálad már egy ilyen workshopon, úgy találkoztunk először egy ilyen jóga workshopon, ami baromi jó volt, úgyhogy nagyon ajánlom mindenkinek, hogy egyébként nézzem meg egy ilyet nálad, viszont a történetedet csak ezután ismertem meg, és szerintem nagyon-nagyon inspiráló. Te elképesztően sok helyen dolgoztál, külföldön és itthon, és Forbes-nak a marketing vezetője voltál, és talán egy éve, hogy azt mondtad, hogy te kiszállsz ebből a mókuskerékből, és csak azzal foglalkozol, ami a hobbid, vágyad, álmod, szenvedélyed, hivatásod. Meséld el, Eszter, hogy mi a történeted? Én 10 évet töltöttem üzleti területen, ahogy mondtad, Magyarországon, de főleg külföldön, és én a saját hasznomra, gyógyításomra kezdtem el jogával, meditációval, mindfulness-szel foglalkozni, mert egy idő után tényleg beállt az állapot, ami valószínűleg sokunknál, hogy pásztáztam a plafont a helyet, hogy aludnék éjszaka, fájt a hátam a sok ülőmunkától, állandóan nyüzögtek a gondolataim is, és amikor kikapcsolódhattam volna, sem tudtam igazán kikapcsolódni, és akkor kezdtem el ezekkel az eszközökkel, módszertanokkal foglalkozni, és rengeteget segített nekem. Aztán ezt kezdtem el továbbadni a közvetlen környezetemnek, természetesen elvégeztem mindenféle oktatói, tréneri tanfolyamot, és az lett a misszióm a Method on the Moon-nál, hogy bebizonyítsuk az embereknek, hogy attól, hogy a naptárjuk tele van, nem kell, hogy a fejük is tele legyen, attól, hogy sikeresek akarnak lenni, nem kell állandóan túlórázniuk attól, hogy ülőmunkát végeznek, nem kell hozzászokniuk a hátfájáshoz. Nagyon sok ilyen modern, negatív mítosz van arról, hogy a jó élet milyen áldozatokkal jár, és hogy igazából a mindfulness, a meditáció és a jóga gyakorlásával arra felismerésre jutottam, hogy nem kell meghozni ezeket az áldozatokat, hanem élhetsz jól, úgyhogy közben jól is vagy. És te jobban lettél. Én nagyon jól vagyok, úgy gondolom. Szuper. Ismeritek meg Esztert kicsit jobban, a Method on the Moon alapítója, ezt a kezdeményezést is nézzetek meg a neten, és ha tudtok, akkor akár menjetek el hozzá egy joga órára, mert tényleg nagy élmény, és olvassatok, és próbáljátok meg gyakorolni a mindfulness-t, és ha segítség kell, azokat a gyakorlatokat végezzétek el, amiket most én is itt megtanultam. Köszi, hogy itt voltál, fantasztikus volt. Köszönöm.